Három vendégünk is van, Vastag Csabi, Illés Adrián, ugye a Sztár Akadémia nőcsámbásza, és itt van velünk Bene Barbara is. Ugye igazából Adrián maximális pontszámot ért el ugye most hétvégén, mindenki sírva fakadt, könyvben állva szemekkel nézte, ugye édesapádhoz énekeltél, ráadásul a születésnapi alkalmával egy dalt, és a ti kapcsolatotok az nem feltétlenül felhőtlen, hogy így lehet mondani? Igen, én nagyon sokáig nehezteltem, talán még most is neheztelek édesapámra. Ugye sokáig azt éreztem, hogy elhagyott engem, és feladott egy úgymond nagyobb problémáért, én voltam akkor a kisebb probléma, de ezt most már így felnőttebb fejjel felérem észre, hogy neki döntenie kellett, nem volt más választása, és hát igazából jól döntött, mert felnőttem így is. Választásunk mindig van, de hasonló azon családból jövök, mint amiben te is éltél, vagy élsz jelen pillanatban. Nekem is nagyon nehéz volt a személyes példámat, hogyha úgy elmondhatom neked megbocsájtani édesanyámnak, de nem fegyel a megbocsájtás a jó szó, hanem hogyha elfogadod ezt a helyzetet, és tudsz vele élni, és szerintem pont ez a hétvége, vagy a hétvége kapcsán szerintem túl tudtál ezen lépni, legalábbis a produkció láttán. Szerintem mindenki számára ez jött le, nem csak. Igen, nagyon szép pillanat volt, és szerintem ezt az egész műsort azért csináljuk, hogy legyenek ilyen pillanatok, amik megragadnak a történelemben. Ez biztos, hogy nagyon sokszor vissza fogjuk még nézni. Adriánnak ez volt a legerősebb előadása eddig. Miatt azért, mert saját magából táplálkozott, és a saját gyökereit találta meg végre. Úgyhogy ezt látom mindenkinek, hogy ásson le magába, keresek a múltját, nézem a jövőjét, és ezt szerint tudunk jól dolgozni. Csabi, te egyébként a tehetségkutatóból indultál, mi 1000 éve ismerjük egymást, de hát most zsűriként vagy a másik oldalon, ez milyen érzés? Nagyon jó, és tényleg a legjobb érzés benne, hogy látom, hogy megfogadják a tanácsokat, amiket mondunk nekik, és ezek mentén tényleg hatható segítséget tudunk nyújtani, és jól fejlődnek, nagyon-nagyon nagy léptékű fejlődést láttunk az elmúlt hetekben, hónapokban. És hát ez még nem állt meg, tehát a műsor még megy tovább, és egyre csak jobbak és jobbak lesznek, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék a műsorban. Ez így van, viszont Barbi, te harmadszor is veszélyzónába kerültél, ugye? Most már az, hogy te rutinosként ott vagy a veszélyzónában, de milyen, tehát azért mondd el, vagy meséld el, hogy milyen azt mondjuk megélni, amikor valaki a veszélyzónába kerül, és onnan lép mondjuk tovább. Hát nekem az utolsó más volt, mint az eddigiek, mert ugye a közönség juttatott tovább, előtte pedig kétszer a zsűri, mindegyik óriási öröm volt. Most a legutolsónál én már picit, megmondom őszintén, lemondtam arról, hogy visszakerülhetek, főleg, hogy a közönség miatt is kerültem veszélyzónába. Ezért is volt még nagyobb öröm. Ezt szerintem nem lehet megszokni, tehát ez egy olyan dolog, hogy ott áll az ember, és az utolsó pillanatig várja, hogy a nevét kimondják, és a remény nem adtam fel. Nagyon örültem. Hát például személy szerint én is örültem neki, hogy megint túlmentél, mert köszönöm. Én is voltam hasonló helyzetben, mondjuk én énekelni ennyire jól nem tudok, viszont maga a pszichai háttér engem is nagyon érdekel, az, hogy amikor én is ott álltam, és amikor, te még nem álltál ott. Dehogy nem. Ja, de most. Dehogy. Most pont nem, de azt hiszem az első vagy a második műsorban. Jó, de az már nagyon régen volt. De nagyon sokszor éljük meg azt, hogy valahol a vége fele vagyunk a pontokban, és utána, amikor a közönség szavaz vissza, a zsűri engem nem szokott nagyon túlméltatni így a műsorok folyamán, de egyrészt ezt is meg lehet szokni, arra is rá lehet állni. Viszont nagyon jó, tényleg nagyon jó érzés és egy nagyon jó visszajelzés, amikor a közönség voksol melletted. Igen. Neked egyébként melyik a fontosabb ebben a versenyben, maga a közönség, vagy mondjuk a zsűri? Mert azt gondolom, hogy nektek azért egy tehetségkutatóban a zsűrivel egy nagyon szoros kapcsolat alakul ki talán. Igen, és nagyon sok tanácsal látnak el minket, meg hát az elejétől fogva látják a fejlődésünket, amit mi magunk nem érzünk annyira, mint amennyire ők azt látják. Úgyhogy nekem mind a kettő egyformán fontos. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a közönség kevésbé fontos, mert hát nekik fogok, vagy nekik szeretnék énekelni a továbbiakban, úgyhogy nekem mind a kettő egyformán nagyon fontos. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy sok tanácsal látnak el benneteket, de milyenek ezek a tanácsok főként? Ének technikai tanácsokat kaptok tőlük, vagy inkább emocionálisakat, hogy hogyan valósítsatok meg a dalt? Mindenféle, tehát hogy alapból a dalban mit szeretnék kifejezni, mit szeretnék elmondani, bennem mi van a dallal kapcsolatosan, technikailag is igen, mutatnak esetleg variációkat, hogy hogy oldhatnánk még meg a dalt, hogy ne ugyanúgy énekeljük el, mint az eredeti, úgyhogy igazából fel vagyunk. Csabi, és te mondjuk tudod magadat függetleníteni mondjuk az érzésektől? Tehát tudsz mondjuk reális maradni, vagy azért vannak titkos favoritok, akikhez egy picit közelebb húz a szíved? Kimaradtam.
kimondottan agresszívan törekszem arra, hogy, hogy ne legyenek. Tényleg. Tehát az egy dolog, de sikerül. Elnyomom magamban ezt a dolgot. Úgy gondolom, hogy igen. Tehát még hogyha valaki... De tényleg így van. Az a baj, hogy nem szabad. Tehát egy jó osztályfőnök is, vagy egy jó tanár alapvetően mindig tiszta lappal kezdi a diákoknál, és én is így vagyok, hogy igazából a heti munkát megnézem, hogy mit fogadtak meg, mit nem. Viszont az előzőre visszatérve szerintem a közönséget kell meggyőzni leginkább. Mi már megcsináltuk a munkánkat a hétvégéig, azt szeretnénk viszont látni, amit mondtunk, de alapvetően a közönséget kell meggyőzni mindent. Rendben, ebben mondjuk igazad van, de amikor az van, hogy mondjuk a közönség miatt kerül mondjuk például a Barbie veszélyzónába, utána már rajtatok múlik, hogy visszakerül vagy nem, és mégis ti vagytok azok, akik mondjuk vissza tudjátok hozni egy-egy szereplőt, egy-egy játékost a versenyben. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy nagy felelősség is egyébként, hogy ki az, akiben látunk még többet, és lehet, hogy a legfontosabb inkább az, hogy olyat kell látnunk az emberekben, amiket ők sem látnak magukban. Tehát akkor tudsz kihozni valakiből valamit, hogyha olyan rejtett tartalékokat ismersz te föl ő benne, amiről még ő maga sem tud, és ezeket szépen kihozott belőle. Mi van akkor, ha nincs köztetek sem egyetértés? Hát az mindennapos. Ez mindennapos, de hát demokrácia van nálunk, én döntök, úgyhogy ez tök egyszerű. Adrián, hogy most téged megpecsételtek egyik oldalról, hogy te vagy ugye a Star Academy csajozós figurája, tudom én, zsánere, amit mondjuk Csabi volt régen, mondjuk egy egységkutatóban. 74-ben. Nem merem. Ezt a fajta titulust te kihasználod, de erre mondjuk ráteszel, rájátszol egy picit? Hát igazából... Csak csinált ilyeneket. Nagyon aranyos lány. Egyébként a viccet félretéve, az, hogy én lettem a Star Academy nőcsábásza, én azt igazából egy reális dolognak tartom, mert a kinti életemben is hasonlóképp viszonyulok a hölgytársaimhoz. Egyébként nem használom ki, én ugyanúgy csajozok, úgymond, vagy ugyanúgy bókolok minden. Akkor úgy kérdezem, melyikre készülsz jobban a hétvége kapcsán, a magyar dalokra, vagy a csajozásra? Hát inkább a magyar dalokra készülök, mert hát most jelen pillanatban az ének a legfontosabb az életemben, aztán majd ha kiesek, akkor ilyen mellékágon elkezdődhet a csajozás úgymond, de legfontosabb, hogy bekerüljek a legjobb négybe és megnyerjem igazából ezért. Közel áll hozzád ez a fajta dal, ami mondjuk hétvégén rád vár, ez a Republiktól a 67-es úr? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dalt kaptam, és Cipő már nem él, Isten nyugosztalja, de ő a feleségének írta, aki elhagyta őt, és nekem is volt már hasonló élményem. Na, elhagytak téged is? Hát volt. Barbie, hogy örül? Barbie, de azért, mert ő már 30 éves, tudjátok. Neki már a család alapító. Ez által nekem áll jól ez a fajta bocsánat. Piszkálódás. Nem, hogyha a korommal él, mert én nagyon szeretem a koromat, úgyhogy én elhangzom sejtésnek. És hogy állsz te mondjuk a hétvégi dalhoz, a Tunyogi Orsitól, ugye, hogy ha lemegy a nap című dalt fogja neked? Házi bulikban ezt szólt kamaszkoromban egészen végig, úgyhogy... Igen, hát már négyben vagyunk, de tehát körülbelül egy idősek vagyunk. Igen, én szeretem ezt a dalt, hallgatni rengeteget hallgattam, énekelni még nem énekeltem, buliszám, szerintem a koreográfia azért sokat fog elvinni itt a dalban, úgyhogy készülünk nagyon. Köszönjük szépen, nagyon szépen, hogy itt voltatok.